film. Gyanítom, hogy a magyar közönség számára az Odaáll című egy természetfeletti fantasy, horror, thriller, dráma elemeket vegyítő amerikai televíziós sorozatból vált ismerté a Bloody Mary legendája, melynek szelleme a tükörben első évad 5. epizód című epizódjának témája volt. A történet elején az ohiói Toledo-ban három tini lány egy esti összejövetelen végzetes dolgot követ el. Kimondják háromszor a legendás Bloody Mary nevét. Még aznap éjszaka rátalálnak a két házigazda Lidi és Donna apjának Mr. Shu Makernek holttestjére, akinek kifolytok a szemei. Bloody Mary egy Mary Worthington nevű lány szelleme, aki 19 éves korában lett gyilkosság áldozata. A gyönyörű lány az indiai Fort Wayne-be élt egyedül, amikor valaki betört a lakásába és brutálisan meggyilkolta, egy késsel kiszopta szemeit. Mary halála előtt még egy tükörre megpróbálta felírni és egy rendőrnek elmondani gyilkosa nevét, ám csak annak töredéke hangzott el. T.R.E. Az embernek a sebészként dolgozó Trevor Sampsonra gyanakodtak. Tettét bizonyítani azonban sohasem tudták. Mary szelleme az volt a tükörben kísért, és aki kimondja háromszor Bloody Mary nevét, ő megjelenik és megbünteti az olyan embereket, akik gyilkosság titkát rejtegetik. Kiválja szemüket. A kísértet elpusztításának egyetlen módja a holttest hiányában, hogy szembe tartanak vele egy tükröt. Tükörképét vádolva, halálesetét önmagát pusztítja el. A városi legenda. A legendát már elég sok néven emlegetik, főleg a fentebb írt terjedt el szájról szájra. De ismerik Bloody Bonesként, Harry Maryként, Mary Worthingtonként és Mary Janeként is. Néhány elbeszélés szerint nem is Mary, hanem egyenesen a sátán feje tűnik fel a fürdőszobában. Bloody Maryről leggyakrabban azt állítják, hogy egy gyerekgyilkos volt. Abban a városban, ahol a történetet éppen mesélik, de akad, aki ezt feltételezi, hogy Véres Mária nem más, mint az angol királynő. Eső Mária, aki minden áron be akarta vezetni a katolicizmust Angliában. Megidézésének leggyakoribb módja, hogy az idéző alany egy sötét szobában, általában fürdőszobában áll egy tükör előtt, és háromszor kimondja a hölgy nevét. Emellett több feltételezés is létezik, miszerint egy kis pislákoló gyertya is szükséges hozzá, vagy hogy csak éjfélkor eredményes a megidézés. Ennek tetejében még ismeretes az a módszer is, hogy 13-szor kell elkántálni a Bloody Mary nevét, vagy hogy egy csapnak minimum folynia kell a megidézése során. Lehet még ezt fokozni? Persze! Egyes források szerint 100-szor is el kell kántálni egy ismeretlen szöveget, mi több úgy, hogy az egyik szem könnyezzen. Elterjedt a Bloody Mary, I kill your baby, Bloody Mary, én öltem meg a gyermekedet. Megszólítás is. Így a szellem gyakran abban a hitben élt, hogy ő az az anyuka, kinek gyermekét ellopták és megölték. Abban a legendában, ahol úgy tartják, hogy ő maga ölte meg brutálisan gyermekét. Ott az I believe in Mary Ward, hiszek Mary Ward-ben kifejezés használatos. Gyakran a szellem feltűnésének módja sem mindegy. Ugyanis más-más jelent, ha a szellem fejét vakargatva vagy véres sebekkel, szemekkel jelenik meg. Ha például a nyakát fakargatja, akkor az idézőre azonnal halál vár. Viszont az idegbetegesen viselkedik, akkor csak magával rántja a tükrök világába. Egyesek szerint ártatlanokat életben hagyja. Más változat szerint, ha éjfélkor 13-szor elénekled valamelyik nevét, akkor 11-8 óráig beszélni tudsz egy halott ember szellemével, és Mary akkor tűnik el, amikor csak óhajtod. Máskor viszont jövendőmondóként érkezik, és legtöbbször házassági gyermeknevelési tippeket, jövendőléseket ad. Egy kora 20. századi Halloween és üdvözlőkártyán egy nőt láthatunk, aki egy sötét szobában meglátta a tükörben a jövendőbeli férjének arcát. Szintén erre a legendára vezethető vissza. Bloody Mary jelene és jövője. Bloody Mary közkedvelt játék a születésnapi és halloweeni zsúrokon, ahol a gyerekek egymást ijesztgetve mérik fel a bátorságukat, elszántságukat. Mi több, már a Facebookon is bárki ismerősének jelölheti Bloody Maryt, és meg annyi rajongói portál született már ezzel kapcsolatban. Manapság több olyan angol-amerikai városban tartanak számon olyan temetőket, sírhelyeket is, melyekhez hozzáfűzik a legendát, így nem csoda, ha ott minden városban van egy kísértet, melynek története igen sokszínű, mégis számunkra már érthetetlen. Felolvasok egy olyan történetet Bloody Maryről, ami állítólagosan igaz. Két gyerek, egy lány és fiú, akik testvérek, ülnek az asztalnál és egy filmet néznek.
az a címe, hogy Bloody Mary. Félnek picit, de azért nézik a filmet. Mikor a filmnek vége, a fiú elkezd a lány előtt nagy képüsködni. Én nem félek ettől a filmtől. Akár ki is próbálnám élőbe, te nem? Nem igazán? Akkor majd egyedül csinálom. Na már, segítek én is. Egy kis szobában, körülbelül este 11-kor bevisznek egy óriási tükröt és sok gyertyát. Halkan Balázs, anyáik már alszanak, és ha felébrednek, elég hosszú büntét kapunk. Jól van, bocsi. Na akkor mondjuk háromszor és várjunk. Igen, csak Halkan Balázs, mert én öllek meg, nem ő. De én amúgy becsukott szemmel csinálom. Én is. Elkezdik egyszerre mondani. Bloody Mary, jelenj meg. Bloody Mary, jelenj meg. Bloody Mary, jelenj meg. Itt vagyok, gyerekek, és most megeszem a májatokat. Ó, Emily, nem már, ez nagyon átlátszó volt. Ezzel nem tud megijeszteni. Na jó, mondjuk még egyszer. De most gyújtsuk meg a gyertyákat is. Rendben, akkor készül. Újra elkezdték egyszerre. Bloody Mary, jelenj. Bloody Mary, jelenj. Bloody Mary, jelenj. Ekkor félelmetes kopogó hangokat hallottak. Emily, tudtam, hogy te vagy az, és mondtam, hogy nem tudsz megijeszteni. Nem én voltam, komolyan. A lány és a fiú nagyon megijedt. És szaladtok át a szüleik szobájába. Anyu, apu, néztünk egy filmet, ami hülyeségnek Lány hirtelen felsikított. Ne, anyu, apu! A szüleik meg voltak halva. Tiszta vér volt az ágy. A fiú berohan, és ő is látja. A hátuk mögött az ajtó bezárul. És egy fekete kócos hajú fehér véres ruhában lévő nő közeledik feléjük. Csak visítanak, sírnak segítségét, kiabálnak, de nem jön senki. Először is sikerült megidéznetek. Csak gondoltam, először a szüleitekkel végzek. Majd a fiatalokra támadt. Mindenki meghalt. A gyertyák pedig felborultak, így leégett a ház.